Szeretettel köszöntöm Önöket ma este is az Érdemügyi Életmód Központból, Csengén Károly vagyok. Tovább folytatjuk sorozatunkat, életmódváltoztatás hétről hétre, ne felejtsék el, Alan Ludington és Hans Dill könyvet olvasom Önöknek. Mai témánk, amit ígértem már tegnap este, a táplálkozás. Mit csinálunk rosszul? Ezt a kérdést kell feltenni magunknak. Mi amerikaiak büszkék vagyunk magunkra, mondja Hans Dill, hogy a legjobban táplált nemzetek vagyunk a Földön. De nagy árat fizetünk ezért a kiváltságért, a szükségtelen betegségekkel, munkaképtelenséggel és időleti halálesetekkel. Az amerikaiak túl sokat és túlságosan gyakran esznek. Rengeteg cukrot fogyasztanak, zsírt és sót. Sok-sok kalóriát fogyasztanak el. Ez a bőség elősegíti a szívkoszorít megbetegedést, az agyvérzést, a magas vérnyomást, az izzati gyulladást, a fenntkori cukorbaj, az elhízás és néhány rákféle kialakulását is. 4 halálesetből 3 ért, ezek a betegségek felelősek. Ne felejtsük el, 4 halálesetből 3 ért, ezek a betegségek felelősek, amelyek életmódunkkal függnek össze, főleg azzal, hogy mit és hogyan eszünk. Mit és hogyan eszünk. Biztosan az ételeinkben maradó rovarétő és tartósösszerek okoznak betegséget, gondolhatnánk. Talán meglepő, de nem a permetező és tartósösszerek a legrosszabbak. Van néhány dolog, mely ártalmasabb. Első ilyen dolog a cukor. A National Research Council beszámolja arról, hogy a finomított cukrok és ízesítőszerek adják sok ember napi kalória bevételének a 20%-át, mivel nincs benne sem rost, sem tápanyag, a finomító cukor nem más, mint üres kalória. Kalória sűrűsége lényben kiválóan előmozdítja a hízást. A következő rész a finomított élelmiszer. Az emberek így azt gondolták, hogy a finomítás azért jó, mert megszabadít haszontalan növényi rostanyagokat. Most kezdjük megérteni, hogy mennyire szükséges a rost bizonyos rákfajták elleni védelemben, a vércukor stabilizálás terén, a testsúly megőrzésében. Fontos szerepe van a rostnak. Csak olyan gyomor és bélrendszeri problémák megelőzésében, mint például az epekövek, az aranyéres bántalmak, a divertikulum gyulladások, a bélrendesség, a széklekedés kérdése. Egy másik fontos kérdés a só. A legtöbb nyugati ember naponta 10-20 g sót fogyaszt. Ez 2-4 teáskanálnyi mennyiség naponta. Ez többszöröse annak, amennyire tényleg szükség van, és ez a többlet jelentősen hozzájárul a magas vérnyomás kialakulásához, a szívelégtelenséghez, a vesebetegség kifejlődéséhez. A zsír. A legtöbben nem ismerik fel, hogy a napi kalóriabevételük 36-40%-át zsiradék formájában veszik magukhoz. Ez jóval több annál, amit a szervezet még megfelelő módon kezelni tud. A következmény? A véredmények elzáródnak, koszorúért bántalmak és agyvérzést okoznak. A zsírban gazdag étrend, a túlsúly, a felnőttkori cukorbetegség, és bizonyos rákfajták kialakulását is hozzájárul. A fehérjék. A húsban az átélt fehérjében bőséges étrend több fehérjét, zsírt és koleszterint tartalmaz, mint amennyit a szervezet fel tud egyáltalán használni. A nyugatiak 2-3-szor több fehérjét fogyasztanak, mint amennyi ajánlás lenne számukra. A tudósok most ráébrednek arra, hogy a kevesebb fehérjét és sokkal kevesebb zsírt és koleszterin tartalmazó étel alapvetően nélkülözhetetlen az egészség megjavításához és a hosszú életkor eléréséhez. Az italok kérdése. Az észak-amerikaiak ritkán isznak vizet. Helyt inkább néhány adag szódavízzel dúsított üdítőt, sört fogyasztanak, kávét, teát, édes italokat fogyasztanak nap mint nap. Mivel ezeket az italokat kalóriával dúsítják, és rost nincs bennük, többet tehetik a vércukorszintet, a
fogyasztásuk valóságos szabotás a testsúly megőrzésére tett kísérletek eszembe. Az alkohol, a koffein, a foszfátok és az italokban található más vegyelő a kemikáliák további kockázati tényezőt jelentenek az egészség ellen. A napsolás, a falatkák, a gyors büfében hozzáférhető ételek fogyasztása, a mesterségesen kialakított ízletes csemegék egyre inkább átveszik az igazi táplálék helyét. Az iskolák, a napközi otthonok, sőt még a kórházak is megkívánják, hogy hozzájuthassanak ezekhez az ételtészséghez. A munkai kávészünet épp olyan megingatolatlan bevett szokás, mint az iskolai utáni tévénézés közbeni nassolás otthon. A jól eltervezett családi étkezések kivételes eseteknek számítanak ma már. A nassolás rohamai szétzülesztik az emésztést, túltehelik a gyomrot, és gyakran okoznak emésztési zavarokat és gyomorhatásokat. Van valami egyáltalán, amit nyugodtan megehetünk? Van, amit nyugodtan megehetünk? Gondoljunk a gyümölcsökre. Sokféle változat, látványi színek, minden elképzelt alakzat és zavar, csak úgy, mint a zöldségpirít és a gumbok esetében. A hüvelyesek családjában a formák, a színek, az ízek sokasságát találunk. És a gabonaművel kínálják az élvezetes, egészséges táplálékok másik aranybányáját a számunkra. Rá kell jönnünk, hogyha teljes értékű növényi táplálékokat fogyasztunk, mindazzal a zsírral, fehérjével, rosttal és táplálékokkal ellátnak bennünket, amelyek a testnek szüksége van valójában. Ez gazdaságossági szempontból is megfontolandó, hiszen felére csökkenti a táplálékra fordított kiadásokat. A legjobb hír pedig az, hogy ez a fajta táplálkozás késlelteti, sőt gyakran megelőzi a legtöbb degeneratív betegség támadását. A teljes rosttartalma növényi táplálékot fogyasztunk. Nem csak nagyobb mennyiséget ehetünk meg anélkül, hogy félnünk kell a súlygyarapodástól, de átadjuk optimális egészségre és energiára tettük szert egész életünk során. Köszönöm, hogy figyeltek és követnek bennünket, ne felejtsék el, minden este 6-kor találkozhatnak velünk az Édenmegye YouTube csatornáján 6 órakor, kövesse bennünket, legyenek kedvelőink, lájkolják a videóinkat, osszák meg barátaikkal, gondoljanak arra, nekik is segíthet. Holnapi tényleg nagyon érdekes lesz, ez az 5. alkalom már, a gyerekek és a gyorsabb súlygyarapodás. Kövessenek bennünket holnap is, életmódváltás hétvégén. Jó estét kívánok!